Itt vagyunk a Hegyőkeresztúri vasútállomáson, ahol sajnos augusztus 1-től a Közlekedési Minisztérium közlekedési módváltás elnevezésű programjának köszönhetően sajnos ez a vasútvonal is azok közé a 10 megszűnő vasútvonal közé tartozik, ahol megszűnik a személyvonat közlekedés. Azért is érthetetlen számunkra, hiszen 5 kilométerre található innen Nyéklátház, ahol a Budapest-Miskolc vasútvonal húzódik, illetve körülbelül 20 kilométerre van Tiszaújváros, tehát az itt élők akár Miskolcra, akár Tiszaújvárosba munkába, iskolába járás céljából használták ezt a vasútvonalat. Másrészt azért felháborító ennek a vonalnak a megszüntetése, mert láthatjuk, hogy villamos felsővezetékkel ellátott vasútvonalról van szó, ahol mindjárt szemtanúi lehetünk annak, hogy a tehervonatok azok közlekednek. A MÁV Volán csoport közleményében azt olvashattuk, hogy további intézkedésig felfüggesztik itt a személyforgalmat ezeken a vasútvonalakon. A Mi Hazánk mozgalom szerint az egyedüli elfogadható további intézkedés az lehet, hogy minél előbb indítsák újra itt a személyforgalmat. Ahogy hallhatjuk a sineken is, pillanatokon belül megérkezik az a tehervonat Tiszaújváros felől, amiről az előbb beszéltem, és amiből láthatjuk, hogy ezen a vasútvonalon akár nagy tömegű tehervonatok és villanymozdonyok is tudnak közlekedni, nem csak a BZ-típusú motorvonatok. Az már csak habotortán, hogy ezek az egyenként több mint 60 ezer literes tartályok a kocsikon lévő táblák szerint gázolajat szállítanak, ugyanis a 30/1202 az a gázolaj ADR száma. Azt tudjuk, hogy Tiszaújvárosból jön, azt nem tudjuk, hogy merre tart. Hát bízunk benne, hogy ez a szerelvény nem része annak a 35 ezer tonnányi gázolajnak, amelyet a MOL szállít Ukrajnába, ahol egyébként csak 460-470 forint körül van a gázolaj literenkénti ára.